megszokhatta tőlem azt, hogy néha különleges helyekről jelentkezem. Ez általában az erdő. Számomra az a legtökéletesebb és legideálisabb hely minden szempontból. Most viszont itt vagyok, Püspökladányban, az anyósoméknál, és elvonultam, hogy egy kis magányt gyakoroljak, és ezt leginkább itt a fáskamrában, itt hátul a kert végében van egy nagyon profi kis fészer, ami lehet, hogy talán ebben a videóban fog összedőlni, mármint rám, mert kint igen nagy szél fúj, szerencsére most éppen ebben a pillanatban elcsendesedett, de az előbb így rezgett az egész épület, és ha itt megfigyeled, akkor egy-két ilyen alátámasztás van, ami még megfogja, szóval bármi megtörténhet. Úgyhogy ebben a bizonytalanság érzésben szeretnék megosztani veled egy-két gondolatot itt az évtized utolsó bejelentkezése révén. Szóval igen, most nem csak egy évnek lesz vége, hanem egy évtizednek. Nem tudom ennek mekkora jelentősége így számszakilag, hogy most 2019, az a tízes évek. Milyen érdekes, ezt így még soha nem is használtam, meg nem másoktól sem használtam. Tehát a tízes évek utolsó pillanatait élve azért úgy eszembe jutott egy-két dolog. Főleg, hogy az imént így egy ilyen videóváltásban vagyok egy barátommal, aki külföldön él, és elmesélte a sztoriát. Szóval egy videón keresztül beszélgetünk, és valahogy ezt a lelkesedést, ezt a lendületet így most tovább hoznám ebbe a felvételbe is, ugyanis rengeteg tanulság van benne, és valahogy engem most ez inspirál olyan szinten a jövőre nézve, hogy egyfajta ilyen hozzáállásbéli korrekciót csak végre saját magamban, és akkor az én biztatásom feléd, hogy gondold át te is a saját helyzetedre, hogy mit tudsz ebből értékes tartalomként, vagy gondolatként így tovább vinni saját magadban. Tehát mindenféleképpen egy ilyen tovább gondolásról legyen szó, nem is egy közvetlen alkalmazásról, hanem egy ilyen saját helyzetre, saját helyzetemre, és a te helyzetedre alkalmazott ilyen tovább gondolkodás, mert ilyenkor az év végén, az évtized végén, a tízes évek végén talán így formálisan is érdemes elgondolkodnunk azon, hogy hogyan tovább. Én ebben vagyok benne, tehát egy ilyen, de mindig, tehát ugye ezt többször hallott tőlem, hogy ilyen finom kis korrekciók, hogyan lehet ezt úgy alkalmazni, ugye a múltkor a reggeli rutinom címén mit műveltem, és hogyan alakítottam át, és hogyan csoportosítottam át az időmet például, de úgy egyáltalán, ami a vállalkozásomat illeti, hogy ott milyen jellegű változásokat, változtatásokat csinálok, és a tervem, ami mondhatni még most sem 100%-os, az hogyan alakul, és ez mind ilyen finom kis benyomások által hogyan változtatható. Tehát el kell, hogy mondjam, hogy napról napra egyre bölcsebbek leszünk. Ezt be kell látnom. Szóval így szerényen. Jó, ezt most azért mondtam direkt több számban, hogy nehogy nagyképűnek tarts, mert azért ez igaz mindenkire nézve. Tehát a tapasztalat az, és ezt is sokszor szoktam mondani, a tapasztalat az, ami épít. Teljesen mindegy, hogy az jó tapasztalat, hogy az rossz, ez csak megítélés kérdése. Minden tapasztalat a tied, az enyém, és attól én, és te, és mi többek leszünk. Ez a legfontosabb, amit ki kell írnunk magunknak, hogy történik valami rossz velünk, pocsék, oké, elszenvedtük, sőt, lehet, hogy végleges a veszteségünk is, ami egy bizonyos nézőpontból igaz csak, mert egy másik nézőpontból az éppen egy nyereség lesz, lehet, hogy éppen azért, hogy megnyit olyan utakat, amelyeket ha végigjársz, tehát amin elindulsz, akkor olyan lehetőségekkel találkozol, amit egy korábbi nézőpontból nézve, ahol
ahol, ahonnan ez veszteségnek tűnik, az a lehetőség nem nyílna meg. Szóval ezt érdemes így elgondolni. Na, hát ezzel a barátommal, akivel, akit most nem fogok nevén nevezni, mert ezt erre még nem is kértem tőle engedélyt, bár szeretnék esetleg vele valamikor egy ilyen közös videót is összehozni, ezt innen üzenem neki, úgyhogy ha benne vagy, tudom, hogy benne vagy, akkor majd csinálhatnánk egy ilyen közös felvételt, mert rengeteg benne a tanulság és a lehetőség arra, hogy másokat is egy kicsit kimozdítsunk egyfajta beragadásból. Szóval ő gyakorlatilag elment külföldre, még az országot sem fogom mondani, de a lényeg, hogy egy olyan létbizonytalanságba került, ami eszembe juttatta bennem azt a régi-régi akció, nem tudom már melyikben, tényleg egy régi akciófilmben, ahol hangzott el ez a nagy bölcsesség, mert szerintem az, hogy valami tömeggyilkos vagy terrorista mondhatta ezt, és ez volt a gondolatának a lényege, valahogy szerintem szó szerint ez volt, hogy ha elvesztettél mindent, akkor tehetsz meg bármit. Gondolkodtam azon, hogy kisajátítom magamnak ezt a bölcsességet, de annak ellenére, hogy nem is tudom a filmet sem, hogy már melyik volt. ilyen gyenge hollywoodi sorozat akciófilm, tehát körülbelül egy ilyen lehetett 15 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, már mondom, azért nem is emlékszem rá. Tehát, meg hogy kimondta, melyik színész volt benne, mindegy, nem is ez a lényeg, tehát megtehetném azt, mivel ezt senki más nem mondta, és nem is lehet ezt így megtalálni. Mondhatnám én is. Tehát, hogyha van kedved, akkor nyugodtan idézd tőlem ezt az aforizmát. Én nem sajátítom ki magamnak. Miért? Mert ezt sem akarom magamhoz ragasztani, és nem akarok hozzá ragaszkodni. És ez itt a nagy tanítás, hogy nem kell, tehát nem kell birtokolni. Nem kell birtokolni. Tehát tudod, hogy a tied, főleg, ha még papírod is van róla, tehát az a tied. Tehát most nem vagy hülye, hogy akkor most csak úgy mindent odaadsz, meg mindent eladsz, meg eldobsz magadtól, tehát azért ne vulgarizáljunk. Tehát itt arról van szó, hogy a ragaszkodás, a hozzáállásom, a saját dolgaimhoz, amit egyébként papíron birtokolok, tehát ugye hozzám tartozik, az ne legyen az én szenvedésem tárgya. Tehát, hogy minél nagyobb a ragaszkodás, annál nagyobb a szenvedés, mert annál több mindent veszíthetek, és itt mindent veszíthetek. Azt is, amiről papíron van, tehát autó, ház, feleség. Ha? Igen, mind is sorolhatnám, tehát ezeket mind, de azokat is, amikről nincs papírom, tehát barátok, eszmék, gondolatok, stb. Tehát minden, amiről én úgy gondolom, hogy az az enyém. Az az én. Autóm, az az én. Házam, az az én. Barátom, az az én. Szokásom, az az én gondolatom, az az én meggyőződésem, és így tovább, és így tovább. Tehát, hogy a nagy tanítás az számomra, hogy ezt a fajta ragaszkodást még inkább csökkentsem. Mert akkor magát a forrást dolgozom egy kicsit meg, amit, hogyha lazítok, tehát a ragaszkodásomat, ha lazítom, akkor úgy megnyílik a tér. Tehát úgy lehetőségek megteremtődnek a számomra. Tehát úgy egyfajta ilyen egy ilyen perspektívám lesz. Tehát pont ezt érzem. És ez a barátom, aki itt hagyta az országot, mert itt ellehetetlenült tulajdonképpen, és szeretne, hát nyilván ő is szeretne, egy kicsit úgy azért létezni stabilabban, mint ahogyan, amilyen helyzetbe került, és főleg ahogyan, amilyen helyzetbe került odakint külföldön, nyugatra ment. Hát azért innen általában nyugatra mennek az emberek, amit mi nagyon sajnálunk, mert rengeteg szakember, főleg az építőiparban hiányzik, úgyhogy ezt én is szenvedem. Tehát, szóval ma már nem építkeznék. Fú, ez nagyon kemény, nagyon kemény, nagyon, nagyon. Aki van, aki maradt és jó, az nagyon megkéri az árát, aki pedig eset, és azt nem éred el, mert annak az tele van, be van táblázva teljesen. Ez elképesztő. Még meg is fizetnéd, de nem tudod, mert nem jön el, mert nem ér rá. Tehát körülbelül ez a helyzet, nagyon durva. És aki pedig ráér, hát annak az olyan munkát is csinál. Viszont sokan, akik eleve jók is voltak, azok meg létsz külföldre.
ez egy általános probléma, ezt tudjuk. De most nem erről akarok beszélni, ez nem az én kompetenciám, hogy ezt megoldjam. Legfeljebb károgni tudok ebben. Szóval, ahogy ő kiment külföldre, és ott is átverték, ott, főleg ott. Tehát, és olyan létbizonytalanságba került, hogy nem tudom, hogy tehát, hogy hova ment, hogy oldotta meg a lakhatását, és akkor most olyan speciális dolgok jutnak eszembe, amit azért nem is akarok mondani, mert nem akarom, hogy most őt be tudjuk azonosítani. Addig, amíg ő erre nem ad engedélyt, sőt, inkább ezt majd mesélj el ő maga, mert ez akkora sztori, a tanulság mindenképpen az elmesélhető, amit én vele kapcsolatban megéltem, vagyis így megtapasztaltam, és így átgondoltam, és így magamra vetítettem, és kinyertem belőle olyan bölcsességet, amit én tudok alkalmazni is, tehát, és ez kanyarodik akkor vissza arra, hogy azt a belső ragaszkodást a meglévő helyzetemhez, azt annak ellenére, hogy úgy érzem, hogy van ott egy ilyen lazaság, és egy folyamatos lazulás, ezt még mindig lehet fokozni. Még mindig megtehetem. Nem olyan direkt módon, hogy akkor most én is külföldre megyek, és belekerülök egy olyan helyzetbe, hogy akkor most ott oldjam meg azt a létbizonytalanságot, ami esetleg kialakult. Tehát azt nem akarom, hát azért arra nem vágyom, hogy most, tudom én, csövezzek, vagy ilyesmi, tehát azért nem ez a lényeg. Bár, és akkor itt nagy cáf, bár lehet, hogy egy jó tréning lenne. Bizony, jó kis meleg otthonomból kizökkenni és kimenni az utcára például, főleg ilyen időben. Lehet, hogy elpatkolnék hamar, nem tudom. Szóval, de ha túlélném, akkor meg lenne még több minden, amiről lehetne beszélni tanulságként. Hát jó, szóval, de azért hülyeséget direkt nem kell csinálni. Tehát azért ez is benne van az önszabályzó rendszerben, hogy azért legyünk nyitottak, de hülyeséget azért ne csináljunk. Tehát nem kell provokálni a sorsot, a karmánkot fölöslegesen. Tehát annak nincs értelme. Tehát azért maradjunk az észszerűségnél. Főleg, hogyha abban gondolkodunk, hogy az életünk értelmét tudatosan akarjuk gyakorolni. Tehát én nekem ez fontos szempont. Mi az élet értelme? Ezerszer elmondtam. Röviden ennyi, hogy mások javára legyek. Hogy valamit tudjak adni. És ebben a kis felvételben is, amit az évtized záró gondolataként szeretnék így összefoglalni, és végül is ezt én meg is tettem már, ennek is ez a lényege, hogy hát ha ez ad számodra valamit. Én úgy érzem, hogy ez egy nagyon jó kis kiindulási pont. Én így fogok hozzáállni a folytatáshoz, mert ugye most egy ilyen kis lazulás van, így karácsony és új év között, tehát így az ünnepek idején. Tehát ugye ez legyen egy ilyen eleve egy ilyen pihenős, hát annak ellenére, hogy nagy a család így, és sokan összejöttünk meg mindent, tehát azért annyira nem volt csendes, ami nem baj, ami ez jó, tehát én azt élvezem ilyenkor, amikor együtt vagyunk mindannyian, ez nagyon szuper. Viszont azért van mit átgondolni, és ehhez kell egy kis csend. Tehát fontos, hogy egy kicsit úgy megteremtsük az alkalmat. Hát én most itt a fás kamrában jöttem össze veled, hogy egy kicsit így, ha nem is annyira csendesen, de azért úgy tudjunk gondolkodni ezekről a lehetőségekről. Szóval a hogyan továbbról, az már mindenképpen egy egyéni kérdés. Nézd meg a saját tervedet, én is ezt fogom tenni. A fő gondolat pedig az, hogy ez a ragaszkodáshoz, ne ragaszkodjunk annyira, tehát a ragaszkodásunk eddigi tárgyaihoz. Úgy álljunk hozzá, hogy nézzük meg, mi az, amit egy kicsit tudunk rajta lazítani. És rengeteg gondolatom van, tehát most nagyon, nagyon lelkes vagyok az előző barátommal való beszélgetés után, a mostani beszélgetésünk után már érzem azt, hogy itt az idő, hogy elővegyem a papírt és ceruzát, és húzzak benne egy-két új gondolatot. Szóval köszönöm szépen, hogy meghallgattál most, meg velem voltál így az elmúlt időszakban, az elmúlt évtizedben, és kezdünk most egy újat, most jönnek a 20-as évek. Milyen érdekes, nekem ez olyan teljesen ilyen, kicsit olyan idegen, de olyan újszerű, de nyitott vagyok rá, hogy ezt esetleg így mondjam.
mert ugye amikor beszéltünk arról, hogy én a 70-es években születtem, tehát 71-ben, az a 70-es évek, aztán jöttek a 80-as évek, ott már ugye azért annyira észnél is voltam, hogy tudtam, hogy mi minden zajlik, ugye a régi jó szocializmusban, ami volt itt nálunk, de aztán jöttek a 90-es évek, akkor már a vállalkozás beindult, a szabadság, a felszabadult minden, óriási nagy katyvasz és káosz, minden, és mindenki pozícionálta magát, és helyezkedett, és ügyeskedett, és akkor most nagyon finoman fogalmaztam. Szóval aztán jöttek a 2000-es évek, hát megoldódott a 2000-es évek problémája, mert azt soha nem hittük, hogy eljön egyszer az, hogy 2000-rel fogjuk írni a dátumot. Az is elmúlt, most már túl vagyunk egy nagy válságon és gazdasági válságon is, hamarosan jön a következő, szóval minden happy, jön a 20-as évek, jönnek a 20-as évek, és én lelkes vagyok, úgyhogy vegyél te is az, vedd elő a papírt és a ceruzát, kezd papírt, igen, papírt, igazi papírt és igazi ceruzát, és kezdj el tervezni és rajzolni, és akkor beindul egy kreatív folyamat, és abból biztos, hogy csak a legjobbat tudjuk kihozni. Úgyhogy köszönöm szépen, boldog új évet kívánok, boldog új év évtizedet, és itt találkozunk, itt folytatjuk. Mármint nem biztos, hogy itt a fészerben, hanem majd valami biztonságosabb helyen, úgyhogy én most elköszönök, és akkor találkozunk. Hello!